sajtótájékoztató a családalapítási támogatás megszüntetésével kapcsolatban. Szombaton írták meg a nyolcadikosok a központi felvételit. Megkezdődött az ökumenikus imahét. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek 15 percben. Jó estét kívánok! A megszüntetett családalapítási támogatással kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót a Fidesz-KDNP helyi szervezete. Ekkor több kérdés és felvetés hangzott el a döntés miértjeiről. Az eseményen megjelent a város vezetése is. Janicsak Dávid úgy fogalmazott, hogy a pénzbeli juttatás nem érte el célját, hiszen évről évre kevesebb gyermek születik Ózdon. Sajtótájékoztatót tartott ma kora délután a Fidesz-KDNP a Városház téren. A téma a nemrég megszüntetett családalapítási támogatás volt. Az eseményen szóba került, hogy a 2016. februárjában bevezetett, első gyermek születése után járó egyszeri 300 ezer forintos támogatást 2020-ban már akkor sem kapják meg a párok, ha megfelelnek a korábban megfogalmazott követelményeknek. Dulai Nikolett önkormányzati képviselő emellett több kérdést is intézett a város vezetése felé. Ha olyan stabil és biztos lábakon áll Ózváros költségvetése, ahogy azt polgármester úr folyton hangoztatja, akkor miért kell ezt a pénzösszeget elvenni a fiatal ózdi családoktól? Ha jut forrás arra, hogy az önkormányzati szakbizottságok létszámát, valamint az önkormányzati cégek felügyelő bizottságainak létszámát és az ott megbízást kapó személyek tiszteletdíjait megemeljék, akkor miért nem jut pénz a fiatal ózdi családok támogatására? A Fidesz-KDNP képviselői egyébként már az előző ciklusban is bírálták a családtámogatási juttatást. Füries Pál korábbi frakcióvezető még 2018 áprilisában szólalt fel a témával kapcsolatban a testületülésen. Szignifikáns összefüggés ennek a támogatásnak és a születendő gyerekeknek a száma között nincsen. A valódi népesedés politikai kérdést a magyar kormány átgondolt, higgadt lépéseivel lehet egységesen az egész nemzetre tekintve, vagy nemzetre érvényesen koordinálni. Szép dolog volt a város vezetésétől, hogy megpróbált helyi kezdeményezéssel valahogyan beleavatkozni, azonban látszik, hogy ennek olyan sok eredménye nincs. Janicsak Dávid polgármester szintén részt vett a sajtótájékoztatón. Ezután kérdésünkre kifejtette a támogatás megszüntetésének hátterét. Elmondása szerint az volt a hiba részükről, hogy nem kommunikálták ki megfelelően a döntést és annak okát. 2019. decemberében döntött úgy a képviselőtestület, hogy a családalapítási támogatást megszünteti, hiszen az elmúlt éveknek a számadatai most már láthatóvá tették számunkra, hogy nem hozta meg azt a várt eredményt, hogy több gyermek szülessen Ózvárosában. Évről évre csökken a születéseknek a száma, így nincs miért tovább fenntartani ezt a támogatási formát. Janicsak Dávid hozzátette, bízik benne, hogy találnak egy új támogatási formát, amivel kiválthatják az előzőt. Ennek lehetőségét jelenleg is szakértők vizsgálják. Ismét nagy mértékben megemelkedett a szállópor koncentrációja térségünkben. Ugyan városunkban nincsenek mérésére szakosodott állomás, de a hozzánk legközelebb eső jelzőpont adatai is árulkodóak. Putnokon a délelőtti megfigyelés szerint 111 mikrogram per köbméter volt a telítettség. Ez akkor a második legmagasabb volt országos viszonylatban. Az előrejelzések szerint holnap kitisztulhat a légkör, ugyanis megélénkülhet az északi szél. Szombaton délelőtt írták meg az ország, így városunk nyolcadikosai is a központi felvételit. Sokaknak ettől függ, hogy bejutnak-e a kívánt középiskolába. A Szixiben mintegy 250 diák adott számot magyar és matematika tudásáról. A megkérdezett tanulók szerint teljesíthető volt a feladatsor. Fél tíz körül már jócskán gyülekeztek a nyolcadikos diákok és az őket kísérő családtagjaik a Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban. A gyerekek a központi felvételi megírására érkeztek. Két tárgyból, magyarból és matematikából kérték őket számon. A feladatlapok megoldására 10-10 kérdésre, 2x45 perc állt rendelkezésükre.
Alapvetően mind a kettő felvételi írásbeli kompetencia alapú, tehát próbálnak eltérni most már a konkrét lexikális tudásméréstől, hanem inkább a képességeket mérik a feladatlapok. Természetesen a két felvételi írásbeli között lesz egy 15 perces szünet. A középiskola előtt álló tanulók szinte mindegyike átesik ezen a procedúrán. Sok intézmény nem tart külön felvételit, az itt elért pontszám alapján veszik fel a diákokat. Ez a Szíkszíben is így van a nyelvi előkészítővel induló osztályok kivételével. A kezdés előtt Szőke Gábor plébános, az iskola lelkésze végigjárta a termeket, hogy biztassa a diákokat. Most mintegy 250-en izgultak, hogy könnyűek legyenek a feladatok. A magyar könnyebb volt szerintem. A matek se volt olyan nehéz, mert mi írtunk próbafelvételt iskolába, és szerintem könnyebb volt, de például az 10-es feladat nagyon nehezen oldottam meg. Magyarban pedig minden abba írtam. Úgyhogy szerintem magyar könnyebb volt. A nyelvtan az könnyebb volt, a matematika pedig nem volt annyira nehéz, de könnyű se. A központi felvételit ma együtt javították ki a Szíkszi tanárai. Minden feladatlapot kétszer is ellenőriztek, hogy biztosan ne sikkadjon el egyetlen pont sem. A tesztek és azok javítási értékelési útmutatói már letölthetőek az Oktatási Hivatal honlapjáról, a diákok pedig legkésőbb február 6-áig közvetlenül is értesülnek az eredményekről. Gázcsőnek hajtott egy autó a Nemzetőr úton a piac mögött a hétvégén. Információink szerint a balesetben közrejátszhatott a nagy köd és a csúszós úttest. A fehér Peugeot típusú járműben ülő családnak nem esett baja, és a patakon átívelő gázcső sem sérült meg jelentősen, így szivárgás sem történt. Közel 30 milliárd forinttal több jut idén szociális ellátásokra a tavalyi évhez képest. Az ellátások közül a gyermekétkeztetése 2010-ben 32 milliárd forintot, míg idén több mint 80 milliárdot különítettek el. A gyermekek otthongondozásának díja tavaly 100 ezer forintra nőtt, ami idén 24%-kal lesz magasabb. Ezen kívül az ápolási díj is emelkedik 5%-kal. Az elmúlt évben egyébként összességében 200 milliárd forint jutott szociális ellátásokra. Megkezdődött az ökumenikus imahét. A történelmi egyházak képviselői idén elsőként a Bolyoki Rózsa Füzér királyné a templomba várták a híveket. A rendezvény sorozat vasárnapig tart, és a megszokottól eltérő felekezet Isten tiszteletén vehetnek részt az érdeklődők. Az imahét elsőleges célja a keresztény egység megerősítése. Az ökumenikus imahetet több mint 100 éve január 3. hetében tartják meg. Városunkban január 19-e és 25-e között minden templomban a megszokottól eltérő felekezet Isten tiszteletén vehetnek részt a hívek. A rendezvénysorozat célja a keresztény egység erősítése. Idén elsőként a Bolyki Rózsa Füzér királyné a templomba gyűltek össze az érdeklődők. Az épület szinte teljesen megtelt. Szőke Gábor római katolikus plébános köszöntötte a résztvevőket. Urunk, újítsd meg bennünk lelked ajándékát, hogy megtisztuljunk a bűnbánat vizében, és így egy szívvel dicsőítsük a te nevedet, és hirdethessük irgalmasságodat. Nyisd meg értelmünket a Szentírás megértésére, hogy az írás szavai élő igévé váljanak számunkra, és világosítsák meg szívünket. Töltsön meg lelket szeretettel bennünket, amikor most egyházad egységéért imádkozunk. Ezt követően Barta Beáta, az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyház közösség lelkésze szólt a hívekhez. A szeretetről és az egységről mondott prédikációt. Együtt lenni és imádkozni. Nem gondolni arra, hogy aki mellettem ül, mellettem áll, az éppen melyik felekezetnek a tagja. Hiszen csak egyetlen egy dolog létezik, hogy együtt vagyunk. Együtt, egy Isten dicsérve és magasztalva, betöltve azt a küldetést, amelyet az Úr Jézus Krisztus bízott ránk. És ez csodálatos dolog. Az Isten tisztelet végén a hívek ima szándékpapírokat húztak, amelyet érkezésükkor írtak és dobtak bele egy kosárba, hogy a héten alapra felírt dolgokért, személyekért imádkozzanak. Ma délután a görögkatolikus templomban Csikainé Mihalik Éva református lelkész beszélt. Az ima hét rendezvénysorozata holnap is folytatódik, akkor az evangélikus templomban Szőke Gábor római katolikus plébános szól majd a hívekhez.
Győzelemmel folytatta szereplését az Ózdi Saksport Egyesület a Borsodabaúj Zemplén megyei bajnokság első osztály Gável László csoportjának 5. fordulójában. A mieink a Szirma Besenyő csapatával mérték összetudásukat. Az összecsapást Berentén tartották meg. A Szirma Besenyőiek nem tudtak a legjobb keretükkel kiállni, ám így is végig szoros volt a mérkőzés. Végeredmény Szirma Besenyő SSE, Ózdi Saksport Egyesület 5-7. A győzelemnek köszönhetően a mieink a tabella 5. helyéről várják a folytatást. Ózdi bronzérem is született a hétvégi Földi Ferenc emléktornán. Az Ózdi Kézilabda Klub ezúttal az U11-es korosztályban 6 csapat részvételével rendezte meg a hagyományos megmérettetést. A hazaiak 2 együttessel is képviseltették magukat. Ebben a korosztályban azonban még nem az eredmény az elsődleges, hanem a játék megszerettetése és a folyamatos versenyzési lehetőség megteremtése. Zsinórban a 3. hétvégén is kézilabda pattogástól volt hangos a Marosi István városi sportcsarnok. Ezúttal a Földi Ferenc emléktornának adott otthont a létesítmény. A megmérettetésnek sok éves hagyománya van városunkban, és mindig más-más korosztályt szólítanak meg vele a szervezők. Ezúttal az U11-es fiataloknak biztosítottak versenyzési lehetőséget, bár az elsődleges most nem az eredmény volt. A Magyar Kézilabda Szövetség a kicsiknél még igazából nem is tartja fontosnak azt, hogy mennyi az eredmény. Az a lényeg, hogy minél több eseményen legyenek ott, szeressék meg a kézilabdát, szeressék meg ezt a közeget, hogy aztán a későbbiekben kötődjenek minél inkább ehhez a sportághoz. És nekünk is ez a lényeg, ugye nekik ősszel már elindul a gyerekbajnoki sorozat, és akkor azokon különböző városokban részt tudnak venni, mi is rendeztünk fordulót, de most ilyenkor decemberben, januárban ez a gyerekbajnokság szünetel, ezért fontos, hogy mi is rendezünk nekik tornát, hogy ne maradjon ki 2 hónap a szezonból. A gyerekek edzője szerint is jó lehetőséget adnak a hasonló tornák. Ezzel ki tudják egészíteni a szokásos edzésmunkát, és a bajnoki szünetben sem maradnak mozgás nélkül. Zákányi Zoltán is hozzátette, itt nem az eredmény az elsődleges, hanem az, hogy hétről hétre látható legyen a fejlődés, előrelépés. Mindig a korosztálynak megfelelő képzést kell nekik adni. Leginkább ugye ebben a korban az ügyességfejlesztés, technikai képzés, a gyorsaságfejlesztés még az, ami előtérbe kerül, illetve az, hogy megszeressék a játékot. A többi az majd később mindig a korosztálynak megfelelően, ahogy haladnak előre, úgy kell őket készíteni. Ebben a korban ez a lényeg még. A tornára Egerből, Miskolcról, Mezőkövesdről és Tiszavasváriból is érkeztek csapatok. Az Óamózdi KC 2 együttessel képviseltette magát, az egyik gárda győzelemmel kezdte a viadalt. Szerintem nagyon jól játszottunk, a mostanit a Miskolc ellen meg is nyertük, szerintem nagyon jól játszottunk. Az Óamózdi KC 1-es csapata végül a bronzmérkőzésen a Mezőkövesdet legyőzve 3. lett, míg a 2-es gárda a 6. helyen zárt. Az aranyérem az egriek nyakába került. Híradónk végén nézzük meg a legfontosabbakat még egyszer röviden. Sajtótájékoztatót tartott a Fidesz-KDNP helyi szervezete a megszüntetett családalapítási támogatással kapcsolatban. Több kérdést intéztek a városvezetés felé. Janicsak Dávid szerint azért nem jár a továbbiakban a juttatás, mert nem ért el eredeti célját. Szombaton írták meg a 8-osok a központi felvételit. Sokaknak ettől függ, hogy bejutnak-e a kívánt középiskolába. A Szikszi-ben mintegy 250 diák adott számot magyar és matematika tudásáról. Megkezdődött az ökumenikus ima hét. A történelmi egyházak képviselői idén elsőként a Bolyoki Rózsafüzér királynéja templomba várták az érdeklődőket, ahol Barta Beáta, az Ós-Csajóvárkonyi Református Egyházközség lelkésze szólt a hívekhez. Ózdi bronzérem is született a hétvégi Földi Ferenc emléktornán. Az Ózdi Kézilabdaklub ezúttal az U11-es korosztályban 6 csapat részvételével rendezte meg a hagyományos megmérettetést. Végül néhány mondatban a holnapi időjárásról. Kedden ködös, párás időre számíthatunk, fokozatosan csökkenhet a felhőzet, és napközben a nap is kisüthet, ami kedvező hatással lehet közérzetünkre a hosszú ködös napok után.
A hajnali órákban mínusz 4 fokra ébredhetünk, míg délután plusz 3 fokig is felkúszhat a hőmérő kiganyszála. Ezek voltak Óz legfontosabb hírei, a krónika ismétlését az esti műsor után, valamint 11 órakor és a szokott időpontokban láthatják újra. Híradunk után a Pózdium című talkshow-t nézhetik meg. Bukovinszki Zsolt első beszélgető partnere Ábel Anita volt. Friss helyi hírekkel holnap ugyanebben az időben várom Önöket. További szép estét kívánok, viszontlátásra!